Kedves igazgató úr, kérem nyilatkozzon arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy személyes adatait az adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően felhasználjuk. Igen. Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm dr. Kálmán Attila igazgató urat, a Tatai Református Gimnázium igazgatóját, iskolánk a Pápai Református Kollégium egykori igazgatóját. Nagyon köszönjük, hogy vállalta az interjúban való részvételt. Én köszönöm, hogy meghívtatok. Legyen szíves, mondja meg, mikor és hol született. 1938. október 22-én Budapesten, de már akkor is Tatán laktunk. Ennek két érdekessége van. Október 22-én kiszületett még Liszt Ferenc, a zenész fiam pedig január 27-én, amikor Mozart. A másik érdekessége, hogyha 38. október 22-én születtem, akkor mikor lettem nagykorú? 56. október 23-án. Tehát a forradalom napján lettem nagykorú, és azzal fogadtak, hogy te már akasztható vagy. Szerencsére nem a pufajkások fogadtak így, hanem a kollégák. Legyen kedves, mutassa be családját, honnan származnak apai, illetve anyai ágon. Mutassa be röviden családját, gyermekeit. Na. Egy megfölkért önéletrajzot azzal kezdtem, hogy az őseit senki sem választhatja meg. De vállalnunk kell őket. Nem csak a génjeiket, hanem a belőlük ránk vetődő fényt és árnyékot is. Apai ágról kocsiparasztok vagyunk, de ez azt jelenti, hogy nagyon régi, tehát a szépapám vagy az ükapám, azok voltak kocsiparasztok. A nagyapám az Komáromba volt főispán, az édesapám Tatán főszolgabíró és Komáromba főszolgabíró. Anyai ágon a dédapám Székelyudvarhelyen volt református lelkipásztor és középiskolai tanár. Nekem a bátyám református lelkipásztor, én vagyok középiskolai tanár, tehát ketten együtt élünk annyit, mint a dédapám. Tehát a korcsosodás az így a családon belül is lehet követni, hogy ketten élünk annyit, mint a dédapám. A nagyapám, az anyai nagyapám, az Losoncon volt kórházigazgató, sebészfőorvos. Első világháborúban tiszti orvos volt, és egy műtétben a pestis járvány vitte el 1916-ba. Az ő édesanyámnak a másik dédapja pedig, másik nagyapja pedig Revicki István volt, ő a Alduna szabályozásnak volt az egyik főmérnöke, vaskapu szabályozásnak volt az egyik főmérnöke. Az ő féljai közül az egyik, aki nagymamámnak a testvére volt, az Revicki István volt, az a Komárom-Esztergom megyének volt az alispánja a 40-es évek első felében. A második világháború történései milyen hatást gyakoroltak a családja életére? Hát az borzasztó volt. Az első világháborúban részt vett édesapám katonaként, a nagyapám is részt vett katonaként, azok rengeteget meséltek, és tehát az volt a borzasztó az első világháború, mert ott test a test ellen harcolt, és ott a szuronnyal szúrták hasba másikat, és látta azt az embert, akit hasba szúrt. És úgy halt meg, hogy örök életé, a halálos ágyán is fölvillant neki az az arc, akit ő megölt. A második világháború a személytelenebb volt. Ott már bombáztak, messziről lőttek, tehát nem találkoztak egymással azok, akik egymást gyilkolták. Olyan emlékeim vannak, hogy mivel nekünk viszonylag nagyobb lakásunk volt, nekünk, amikor a németek voltak itt a német megszállás után, német katonatiszteket szállásoltak el hozzánk, és nekünk kellett őket etetni, ellátni. De ők nagyon udvariasan, kulturáltan bántak mindenkivel, ők intelligens tisztek voltak, hangsúlyozom. És nagyon kulturáltak voltak, rengeteg zenét hallgattak, és rendesen viselkedtek. Na de ők akkor még a háborúban voltak, és akkor nem volt ott a hadszér.
Na most, de mondom, a zsidó elvonulások azok egy nyomasztóan hatnak bennem, az arra emlékszem. Na most, amikor az oroszok bejöttek, akkor az egy furcsa helyzet volt, tudnélik a megyei tisztviselőknek, tehát azok, akik a megye alkalmazásában voltak, ilyen volt az édesapám is, mert ugye a főszolgabíró volt, aki egy járásnak volt a vezetője, de megyei tisztviselőnek számított, kötelező volt elmenekülni. Tehát nem mondhatta azt, hogy nem akarok elmenekülni, neki kiadták parancsba, hogy kötelező az oroszok elől elmenekülni. Na most először gondold el, hogy három apró gyerek volt, hát én voltam a középső, az öcsém az 3 éves volt, én voltam 6, a bátyám meg 9, és a 3 gyerekkel édesapám, édesanyám összecsomagoltak, egy öreg Mercedesünk volt, egy kis Mercedesünk, az nem olyan, mint a mai Mercedes, sokkal kisebb volt, csak a gyártmánya volt Mercedes, és öreg volt, egy öreg Mercedesünkkel, abba pakoltunk meg mindent, és abba voltunk 5-en. És hosszú sorokba menekültek az emberek, mert mindenki félt az oroszoktól, mert rengeteg a tanácsköztársaság idejéből a kommunistákról nagyon sok rossz vélemény volt, amit egy kicsit föl is tupíroztak, aztán szóval kicsit még hozzá is tettek, és rengeteg minden, hogy megerőszakolják a nőket, meg legyilkolják a foglyokat, meg minden, szóval rengeteg rossz hír terjengett, tehát menekültek az emberek. De miközben mi menekültünk, katonai oszlopok is menekültek. Tehát borzasztó volt a menekülés, mert képzeld el, hogy mész és nem tudsz menni, mert előtted katonák mennek, azok elsőbséget kapnak, akkor van egy kis idő, akkor megint mehetsz, akkor ott éjszakázol az úton, akkor kisgyereket nem tudsz neki tejet adni, nem tudsz neki enni adni. Tehát az a menekülés az egy szörnyű emlékként van bennem. És az volt a baj, hogy valamikor ugye a menekülés, már hetek óta tartott a menekülés, akkor egyszer csak a németek elvették az autót. Tehát azt mondták, hogy a német hadseregnek szüksége van az autóra, az egész családot 3 apró gyerekkel kirakták az autóból, és elvették az autót. És édesapám valahonnan tudott szerezni egy lovaskocsit. És akkor képzeld el, hogy eddig autóval mentünk, de azzal is csak lépésbe, és ettől kezdve lovaskocsin. És borzasztó, fárasztó és kiverítő volt a menekülés, és eljutottunk Ausztriának, meg Csehországnak egy részébe, ott egészen fönt valahol, és már nem voltak hajlandók tovább menni az emberek. Szóval több rokonság összefogott, tehát több család együtt menekült, és azt mondták, hogy most már nem bírjuk tovább, nem menekülünk tovább, és különben is most már itt vannak az amerikaiak a szomszéd faluba, amerikai fogságba fogunk esni, a sokkal jobb lesz. És kiderült, hogy nem, hanem az oroszok értek utol. Nem tudom, érted, miről van szó, tehát menekülünk az oroszok elől, ott vagyunk az amerikaiaknak a 2-3 falura az amerikaiaktól, és annyira el van csigázva, fáradva a társaság, kisgyerekek, sírók, éheztek, kimerültek, lovak kimerültek, nem bírtak tovább menni. Azt mondták, hogy nem megyünk tovább, nem bírunk tovább menni. És utolértek az oroszok, és visszahoztak mindenkit. Na most mindenkit, aki a férfiakat internálták. Nem tudom, tudjátok mi az, hogy internálni. Internálni az azt jelenti, hogy lecsukni, de tárgyalás nélkül. Tehát politikai okok miatt a Komáromi csillagerődbe, ez egy vár, egy üres vár, hát úgy képzeld el, hogy oda bezárták az összes, aki volt katonatiszteket, grófokat, minisztereket, mit tudom én, megyei tiszt is, alispánokat, főszolgabírókat, csendőröket, tanárokat, orvosokat, tehát külön, akik megbízhatatlanok voltak az oroszok vagy a kommunisták számára, azokat mind internálták, kulákokat, tehát ilyen nagy gazdákat, és beterelték őket egy várba. Nem tudom, jártatok-e már ilyen régi várakba, ott föld volt, és még az semmi sem volt, a földön aludtak, borzasztó mit tettek, mint a Málenki robotosok, olyanok voltak ők is, tehát ilyen korpalisztet, meg nem tudom, szóval nagyon rossz volt az étkezés, és nehéz fizikai munkára vitték őket ki, vasutakat kellett építeni, talpfákat, fákat vágni, de nem volt rendes étkezés, nem volt rendes ruhájuk, és borzasztó körülmények között éltek, és nem is volt tárgyalásuk, tehát nem is ítélték őket el, csak internálva voltak. Na most édesanyám akkor a 3 apró gyerekkel, meg az ő édesanyjával ment el Tatára, mert Tatán volt a legtöbb ismerősünk.
és ott állt az utcán a három gyerekkel, meg a öreg, öreg beteg édesanyjával. És nem volt, aki nem merte senki befogadni. Mert egy főszolgabírónak a családját befogadni, az egy életveszélyes dolog volt abban az időben. És akkor dr. Márkus Jenő, a Márkus Mihály püspök urat nem tudom ismeritek, az ő édesapja, az egy nagyon kiváló ember volt. Dr. Márkus Jenő azt mondta, hogy Kálmán Rudinak a családját ő befogadja. És a gyülekezeti otthon, amúgy Tatán nem jártatok még, ott van egy gyülekezeti otthon, és a gyülekezeti otthon pincéjébe, az alaksorába befogadta, ott voltunk egy köves, vizes helységbe, valahol az udvaron volt, nem angol vécé volt, hanem francia vécé. Nem tudom, tudod, mi az a francia vécé? Kint van a francba. Tehát egy udvari iskola udvar volt, egy iskola udvari pottyantós vécével, egy vízcsap volt, meg úgy kellett hozni az udvarról a kutat, de befogadtak. És egyáltalán volt fedél a fedünk fölött, és volt, tudtunk élni. És akkor édesanyám, a nagyságos asszony, három apró gyerekkel el kellett menjen dolgozni. És akkor örült, hogy befogadták egy olajütőbe. Hát filléreket keresett. És öten éltünk belőle, mert a három gyerek az ő édesanyja és ő maga. Most akkor 18 hónapig voltunk így, ott teljesen kiszolgáltatva, édesanyám elment dolgozni, mondom, csak fizikai munkát vállalhatott, más nem. Aztán később átment a szőnyeggyárba, ott is először csak tróger lehetett, aztán fonónő lett, aztán szövőnő lett, aztán szép lassan ment el, és mire nyugdíjas lett, akkor bérelszámoló volt, de az már közben eltelt, vagy 20-30 év. Na most 18 hónap után engedték ki édesapámat, úgyhogy volt a Győri Népbíróságon egy tárgyalás. Na most akkor egyenként ezeket a háborús bűnösöknek tekintették őket, hát nem volt az, hát részt vett a háborúban, de hát annak tekintették őket, és az újságok megírták, hogy dr. Kálmán Rudolf tárgyalása 1946, nem tudom mikor lesz a Győri Népbíróságon, bárkinek bármi panasza van elleme, bármi olyat csinált, ami törvénytelen vagy megalázó volt, jelentse föl, be fogják számítani a büntetésébe. Hetekig volt ez a kiírás, egyetlen egy feljelentés jött ellene, egy nagyigmendi zsidó hentes azzal jelentette föl, hogy bezáratta a boltját. Na most gondold el, hogy ez abban az időben, hát ez egy nagyon nagy vétek lett volna. És akadt egy állatorvos, dr. Halom Géza szegény már meghalt, nagyon tiszteltem, becsültem, egy állatorvos, aki elment a Győri Népbírósága tanúskodni, és azt mondta, hogy dr. Kálmán Rudolf nem azért záratta be a hentes üzletét, mert zsidó volt, hanem azért, mert a legelemibb higiéniai feltételeknek, nem tudom, mi az, hogy higiéniai, tehát az egészségügyi feltételek nem tett eleget, háromszor szólítattuk föl, és mivel három felszólítás is eredménytelen volt, az én kérésemre és javaslatomra zárta be. Most ez ma természetes lenne, de akkor ez egy óriási hősi magatartás volt, hogy mikor valakit szerettek volna elítélni, lecsukni, valaki kiáll mellette bátran és hősiesen. Mint hogy dr. Márkus Jenőtől óriási bátorság volt, hogy befogadta a családot, ettől a Halom Géza állatorvostól, tehát mindig voltak tisztességes, rendes, egy református presbiter volt egyébként a Halom Géza bácsi. Na ennyit erről, és 18 hónap után kiengedték, és mikor kiengedték, nem ismertük meg. Képzeld el, hogy hazajön az édesapám, 18 hónapi fogság után, illetve hát ilyen borzalmas körülmények után hazajön, és megjelenik, és nem ugrunk a nyakába, nem csókoljuk össze, stb. Azt hitte, hogy most hogy milyen nagy öröm lesz, és nem tudtuk, hogy ki ez. Annyira le volt fogyva, szakállas volt, de nem ismertünk rá. És attól kezdve ő dupla doktorátusa volt, több nyelven beszélt, csak állatgondozó lehetett, éjjeli őr lehetett, portás lehetett, vagy tróger lehetett, favágó lehetett, vagy ilyesmi, mert az egész tisztviselőkart lecserélték. És hogy hívják, suszterok, meg segédmunkások, meg lumperelemek, azok vezették a városokat, községeket, mert mindenkit lecseréltek. Nem érdekes, hogy élt hozzá, vagy nem. Olyan emberek lettek tanácselnökök, meg nem tudom, kislekek, hat elemik ott, vagy még az se. Milyen propaganda folyt az egyház és vallás ellen Rákosi rendszerben? Arról meséljen, legyen szíves. Hát nézd, én nem nagyon törődtem vele, mert
Tudom, hogy a templomban mindig voltak megfigyelők, akik figyelték, hogy kik járnak templomba. És azt mi onnan tudtuk, mert nálunk külön ultak a férfiak és külön a nők. És ha egy férfi bejött a templomba és beült a nők közé, rögtön tudtuk, hogy ez megfigyelő, mert nem ismeri a helyi szokásokat. Aztán volt olyan, hogy a egyik templomnak a bejárata közelébe volt egy iskola, ez már később a tóvárosi részen volt, és az igazgató bácsi ott állt az ablakba és figyelte, hogy milyen gyerekek mennek be a templomba. Aztán volt olyan, hogy írták, hogy kik iratkoztak be hittanra, kik nem. A papának és mamának is alá kellett írni, és utána a munkahelyén elővették őket, hogy miért jár hittanra a gyerekük. Érted, amit mondok? Tehát, hogy felelősségre vonták. Aztán próbálták lebeszélni. A tanítónénik, tanítóbácsik próbálták lebeszélni. Nagyon nehéz helyzetben voltak, mert ők ki voltak teljesen szolgáltatva. Tehát a pedagógus az nagyon kiszolgáltatott helyzetben volt, mert ha nem tetszett, akkor kitették. Tehát nekik nagyon-nagyon nehéz volt. A másik pedig az, hogy a pedagógusoknak voltak úgynevezett átképzéseik. Ilyen marxizmus-leninizmus tanfolyamokra kellett járni. Ez 3x3,5 év volt. Volt úgynevezett dialektikus és történelmi materializmus, volt politikai gazdaságtan, és volt úgynevezett tudományos szocializmus. És ezeket végig kellett járni, tanfolyamokra kellett járni nekik, és eléggé figyelték és kézben tartották magukat, és sajnos a pedagógusok közül elég sokan be is léptek a pártba, de nem mindenki. Szóval nem volt kötelező azért, nem volt kötelező. Na most a papok közül pedig voltak nagyon sokan úgynevezett békepapok. Na most ezek a békepapok, ez azt jelenti, hogy beszervezték őket megfigyelőnek, meg jelentőnek, meg ilyes valakinek, és ők igyekeztek a TS mellett, a rendszer mellett, a prédikációjukba belevonni, meg a presbiterekkel is belevonni a dolgokat, és például a presbiterek közül is előbb-utóbb kiváltak az orvosok, kiváltak a tanárok, kiváltak a értelmiségiek, a nagy gazdák, mert az is rossz pont volt, ha valaki presbiter volt. Tehát azt akarták, hogy, és még egy valami volt, hogy 49-ben föloszlatták az összes társadalmi szervezetet. Ez volt a legnagyobb érvágás. Tehát nem lehettek egyházi énekkarok, vagy nem lehettek civil szervezetek, olvasókörök, cserkészek, meg kis keresztény ifjúsági egyesület. Tehát mindenféle, még a munkásdalos köröket is föloszlatták. Csak kizárólag a párt által ellenőrzött, tehát a Dolgozó Ifjúsági Szövetség, meg a Dolgozók Pártja, meg nem tudom, hogy lehetett, minden más szervezetet feloszlattak, hogy ellenőrzés alatt tudják tartani a dolgokat. Na most az, hogy a lelkészek közül volt olyan, aki nem állt be békepapnak, azt kitették általában egy kis faluba. Például Kis Sándor, aki az egyik legkiválóbb magyar, hogy hívják, volt teológus, kitették Kocsra. Körmendi Lajos bácsit, Alpárnak az édesapját kitették Ácsra. Döbrösi Lajos bácsit kitették Szombathelyre, ami ugyan nem kis hely, de katolikus vidék volt, tehát egy református szempontból kis hely volt. Tehát aki valamit próbált szervezni, vagy ifjúsággal foglalkozni, azt azzal büntették, hogy kitették kis helyre, megvonták tőle a stólát, nem a stólát, hanem a kongruát, kongruának hívták azt az állami támogatást, valami pici állami támogatást. Úgyhogy úttörő is voltam, és kiváló tanárok voltak a más a felsorokozatban, ahova kerültem a tóvárosi iskolába. Somlay Endréné, Herkovics Pál, Béldi Nándor, Polgár Sándor, stb. És az volt az érdekes, hogy hiába voltam kitűnő tanuló, soha nem kaptam megfelelő elismeréseket, vagy ilyesmiket, és azt mondták, hogy nem mehetek valószínűleg gimnáziumba, mert akkor számított a származás. Tehát minden diáknak a nevéhez be volt írva, hogy milyen származású. Munkás, paraszt, egyéb, értelmiségi, és X az azt jelenti, hogy osztályellenség. Hát én X-es voltam.
Na most a munkás származású gyerek akárki volt, az simán, ha a közepes tanuló volt, akkor is tanulhatott tovább, a paraszt is. Az egyebet már nagyon megnézték, az értelmiségit nagyon megnézték, az X-es pedig nem mehetett sehova. És akkor rábeszélt, és még egy valamiről nem beszéltem, a kulákokról. A kulákok azok a leggazdagabb falusi, legjobb gazdák voltak tulajdonképpen, azért tudtak földet szerezni. Mert aki lustább volt, stb., meg ügyes házasodással, meg szóval sok minden, az, hogy ki lett kulák és ki nem, ez nagyon sok mindentől függet, nem szabad általánosítani. De többségükben nagyon jó szorgalmas gazdák voltak, és hát volt nekik, mit tudom, 50-60 vagy hány földük, volt egy cséplőgépük, volt egy traktoruk, vagy valami, és reggeltől estig dolgoztak, volt esetleg néhány segítőjük is. Na hát ezeket a kulákokat is lefejezték. Most akkor nagyon jó gimnázium volt a Tatai Gimnázium, de az igazgatója Antal Gergely, ez egy híres kommunista valaki volt, és hát rettegett tőle mindenki, és a mi általános iskolánk igazgatója Ócsai Gyula volt, aki szintén egy rettegett kommunista volt, és az, hogy én a Vaszali iskolából, tehát a kettes iskolából bekerüljek a Tatai Gimnáziumot, az teljesen reménytelen volt. És akkor rábeszélt a Béldi Nándi bácsi, az osztályfőnököm, hogy induljak el, volt egy ideológiai verseny, tehát hogy ki hogy ismeri a párttörténetet, meg nem tudom miket. Hogy figyeld meg, ha azt megnyered, akkor hát, ha fölvesznek. Hát én buta beugrottam, megnyertem, és kaptam egy könyvet, de sem találom sehol, pedig most óriási vicc lenne. Sztálin köteteinek az első kötete, Sztálin összes művek első kötete, és bele van írva Kálmán Attila pajtásnak kiváló ideológiai felkészülésért, Ócsai Gyula pajtás. Tehát ez már egy óriási vicc lenne, de nem találom, hogy hol van. Szóval, és mégse vettek föl, úgyhogy tovább se küldtek, akkor rábeszéltek, hogy menjek Esztergomba tanítóképzőbe, hát oda fölvettek. Na most esztergomi tanítóképző, az nem volt egy rossz középiskola, de tudtam, hogy nekem kitűnőnek kell lenni ahhoz, hogy esetleg tovább tanulhassak. Na onnan kerültem a budapesti Kis János Altábor Nagy utcai középiskolába, ez 53-ban volt. Érdekes dolgok voltak, például részt vettünk, sokszor kivezényeltek, míg egyszer Rákosi elvtárs például jött haza Moszkvából. És akkor kivezényelték a munkásokat, meg a diákokat fogadására. Kiosztották a kis piros-fehér-zöld, meg vörös, meg nem tudom milyen zászlókat, és mikor jött a Rákosi elvtárs a keleti pályaudvar az autóval, ott elhajtott mellettünk, akkor kiabáltak, most mit kell kiabálni, éjjel Rákosi, párt és Rákosi, szóval ilyen valamiket. És akkor döbbentem rá, mi ezt bulinak vettük, mert voltunk iskolából, hát örömmel elmentünk, hát kiabálunk mi, amit kell, csak ne kelljen órára menni. És akkor vettem észre, hogy mellettünk a munkások között volt olyan, aki tényleg komolyan mondta. Volt egy néni, aki mellettem volt, és akkor Rákosi ott ment el mellettünk 3 méter, és édesapánk! Őszintén tisztán lelkesedésből. Tehát az embereket lehet manipulálni, lehet becsapni, lehet egyszerűen azért, mert a tényeket meg a véleményeket nem tudják megkülönböztetni, és amiket mondanak, az azt hiszik, hogy az úgy is van. Na erről ennyit. Na még egy utolsót, 56-ba érettségiztem. 56 tavaszán már voltak Petőfi körben, voltak már összejövetelek, voltak már kicsit szabadabb megmozdulások, Rajk újra temetése, stb. És a május 1-i felvonulás már más volt, mint a többiek. Emlékszem, hogy akkor mi a budai képzősök kivonultunk, hát voltunk összesen, mit tudom én, 200-an vagy hányan. De tízesével összeálltunk, összeölelkeztünk, így a vállakat megfogva egymással, és népdalokat énekelve kisöpörtük a Andrássy utat. Hát ezt egy évvel ezelőtt nem lehetett volna megcsinálni. Tehát nem mozgalmi dalokat, hanem népdalokat énekelve, így összeölelkezve a tömegtől megszabadítottuk az Andrássy utat. Hát ez egy élmény nekem. Na most 56-ban még mindig számított a származás, tehát tavasszal. És azt tanácsolták nekem, hogy menjek ki tanítani falura egy év gyakorló év után, tehát leérettségiztem kitűnőre a budai képzőbe, menjek ki egy évre tanítani falura, utána szerezzem meg a tanítói oklevelet, mert utána vissza kellett menni újra vizsgázni, és egy év után pedagógiából, meg egyebekből, és amikor már van a kezemben valami tanítói oklevél, akkor próbáljak meg levelezőn vagy estén tanulni, mert akkor már nem a származás fog számítani, hanem akkor már én magam.
Érted? Tehát akkor nem azt számít, hogy kinek a gyereke, ők nem ki vagyok én. Hát így kerültem ki Rio de Dányba. Dány ez egy Montecóka mellett van, úgy szoktuk mondani. Dány ez egy kis falu, 5000-es falu körülbelül, Isaszektől még 14 kilométerre be az Alföld felé. Hát annyit hadd mondjak, hogy ez egy külön élmény volt. Először is, mikor megérkeztem a busszal, és kiléptem a buszból, megmerült a sárba a cipőm. Na mondom, megérkeztem. Egy földes szobában voltam ágyra járó az öcsémmel együtt, mert az öcsém, édesapám meghalt közben, és az öcsémet magamhoz kellett venni, ő akkor 6. elemista volt. Most ágyra járó voltam, hogy ágyra járó, hogy még szekrényünk se volt. Asztalunk se volt, mert az asztal tele volt befőttekkel, meg, amit a parasztnéni eltett. Volt egy ágy, annak a szalmazsákját én tömtem meg, volt egy divány, annak a rugóját spárgákkal mi kötöztük össze, és a holminkat, a mestergerenda, tehát ilyen vastag gerendák közé feszítettünk ki rudakat, arra akasztottuk fel a kemence tetejére a ruhánkat. Tehát ilyen ágyra járó voltam a öcsémmel együtt, és emlékszem, hogy 700 forint volt a fizetésem, egy havi fizetésem, és abból a havi fizetésből tudtunk venni 2 darab cérna pulóvert, mert nem volt rendes, tehát egy ilyen cérnából főtt hosszú ujjú, tehát nem gyapjú, hanem csak ilyen cérnából. Annyit tudtunk egy havi fizetésből venni. És hogy mondjam, és én fizettem az egész ház villanyát, mert a parasztnéni, aki volt, nem engedte, hogy a 20-as töskörte volt a szobában. Én este dolgozatot akartam javítani, meg készülni órákra, hát hogy 100-as körtét akar, azt nem engedi, akkor sok lesz a villanyszámla. Hát akkor fizetem az egész ház villanyszámláját, és na így beleegyezett. Milyen gondok feszítették családját az 1956-os forradalom és szabadságharcot közvetlenül megelőző időszakban? Érintették-e családját a forradalom és szabadságharc időszakának történései? Ha igen, milyen módon? Hogyan hallhatottak az 56-os forradalom és szabadságharcot követő időszak eseményei családja életére? Na, hát... az az igazság, hogy erről az időszakról nem szoktam beszélni, de ha most már elkezdtem, akkor beszélek őszintén. Tudjuk, nem akarok úgy járni, mint egyszer két öreg beszélgetett, hogy mondta partizán voltál? Szerintem nem, de már intézik. Tehát utólag könnyű, és erről hallgattam évtizedekig, most se akarok hencegni, de ha már még így történt, akkor már mondjam a részletet. Először is annyit hadd mondjak, hogy nagyon kevés szivárgott le vidékre arról, ami Pesten történt 56 előtt. Tehát a Petőfi körben voltak ezek a író-olvasó találkozók, meg filmvetítések, meg stb. Szóval nem igaz, hogy semmit nem hallottunk róla, de nagyon megszűrve, ugye újságok nem írtak róla, rádió, televízió nem is nagyon volt még akkor, rádió nem beszélt róla, tehát csak úgy mendemondák voltak, tehát nagyon keveset tudtunk róla, de reménykedtünk. Volt egy nagybátyám, dr. Félegyházi elemér, aki minden reggel azért kapcsolta be az orrát, hogy hát, ha kimentek az oroszok, és én hülye elmegyek dolgozni. Tehát minden nap várták. És az enyhülésnek a szelei azért csak eljöttek, egy kicsit másképpen bántak az emberekkel. Egy kicsit megértőbbek voltak, nem olyan durván bántak a beosztottakkal, a rendőrök is, meg a tanácsok, tudod is. Érezték, hogy valami van a levegőben, de pontosan mi az, senki nem tudta. A Rajk újratemetése óriási lendület volt. Nagy Imrének az 53-as miniszterelnöksége, amikor egy kicsit volt egy kis amnestia, Hortobágyról kivisszengedték az embereket, az egy óriási biztatás volt. Sztalin halála óriási reményket, szóval mindig többet reméltünk, mint amit kaptunk, de azért mindig az remény hal meg utoljára, ez tényleg így van. Tehát valamik jöttek el, de azért nagyon kevés. Na most magát az 56-ot Dányon éltem meg, abba a kis faluba, és megdöbbenve hallottuk reggel, apródonként tudtuk meg a híreket. Hallottuk a rádióban a lövöldözést, hogy valahol lőnek. És mindig hazudtak. Mindig azt mondták, hogy egy pár ember, egy kis csoport,
egy kis csoport hőzöng, huligánok, meg nem tudom, szóval nem mondták meg az igazat. De mindnyájan reménykedtünk. És ez a Egmond nyitány azóta, ez ha hallom, akkor rögtön mindenkinek 56 jut eszébe. És nem 4-szer vagy 5-ször, 30-40-szer játszották el egymás után. Mert nem volt más kazetta, ha zene volt, a Egmond nyitány volt állandóan. És közben a hírek is egyre több jött, a kis csoport, ellenforradalmár, már leverték, már csak itt-ott vannak, stb. Szóval ilyen dolog volt. Ez volt az első egy-két napban. Mindig egy kicsit többet tudtunk, meg mindig egy kicsit jobban bizakodtunk, de nem tudtuk pontosan, hogy mi történik, mert nem tudta senki az igazat. El voltunk szigetelve. Most nem tudom a napokat egészen pontosan, de valamikor olyan 26-27-e körül elkezdtek jönni szovjet csapatok Dánion keresztül. Tudnék, akit Suezbe intéztek, vagy hova akartak menni, azokat idehozták, és pont Dányon keresztül, tehát azon a falun keresztül, a keleti határtól jöttek tankok, páncélautók óriási tömegben. Tehát én most nem akarok számokat mondani, mert nem emlékszem, 100-an, 150-en, vagy még többen. És nem egyszerre jöttek, hanem összejött egy 20-30, aztán egy fél nap múlva megint 20-30 vagy 40, és akkor volt egy Barabás nevezetű káplán, a katolikus káplán. Na most ezeket most ne vegyétek vagánykodásnak, de tényleg így volt. Elhatároztuk, hogy hát mi fegyverünk nincsen, védekezni nem tudunk, de valamit szeretnénk segíteni. Tudjuk, hogy ezek azért mennek Pestre, hogy leverjék a forradalmat. Hát valamit nekünk is kéne csinálni, mit csináljunk? Hát elhatároztunk, hogy vettünk nem tudom hány kiló százas szöget, mert nem volt azóta a legnagyobb százas szög, és kimentünk a Tata és Isaszeg között az erdőbe, és leszortuk heggyel errefelé a útra, hogyha jönnek erre, majd átmennek, és kirukadnak a gumiaik, és majd nehezebben mennek, akkor fogják keresni, hogy kiszorta le, elkapnak minket, főbelőnek, és milyen hősök leszünk. Tehát 17 és fél éves, vagy 18 éves voltam, szóval ilyen romantikus dolgok voltunk. Hát fölsültünk. Tudjuk, nem gumikerekű autók jöttek először, hanem tankok jöttek először, meg páncélautók jöttek először. A mi szögeinket szépen úgy beletaposták, akkor nem ilyen betonút volt, hanem ilyen zúzott köves út volt. Szépen belenyomták a kőbe, és egyetlen autót se tudtunk kívül, szépen nyugodtan mentek tovább. Hát írtó el voltunk keseredve, hogy ez a nagy hőstet nem sikerült. Na de akkor már be voltam sózva, szerettem volna Pestre menni, mert szerettem volna én is ott részt venni a dolgokban. És valamikor 29-e, vagy már talán 28-20, nem tudom a napot, nem, ne haragudjatok, de már a első pesti harcok után és a leverés előtt sikerült feljutnom Pestre. Nem tudom, láthatok-e már csirkeszállító teherautót, ami élő csirkét szállít, ilyen rácsos nagy ládákban, és úgy képzeljétek el, hogy Pestről ki bárkit kiengedtek, de be csak élelmiszert engedtek. Tehát körül volt véve Budapest, tehát abban az időben már a pesti belső harcoknak az első sorozata vége volt, a szovjet katonák kivonultak a város peremére, tehát azt hitték, hogy győzött a forradalom. Érted, amit mondott, tehát Pest belvárosából kijöttek a peremére, de körülzárták Pestet teljesen, és bemenni senki sem mehetett be, főleg fegyveres nem mehetett befele, de élelmiszer szállítmányt beengedtek. És akkor beálltam, hát a Korvin köznek a peremére. Tudjátok, a Korvin köz hol volt? A Kirián laktanya, Üllői út és a Nagykörút sarka. Az volt a forradalomnak a központja, a Korvin köz. Hát én nem a Korvin közben voltam, és nem Maléter Pálnak a közvetlen hatása alatt, hanem a Tompa utca és a Nagykörút sarkán volt egy kocsma. És ott a Tompa utcában voltak rokonaim, ismerőseim, oda mentem, és onnan oda jelentkeztem. Na most gyerekek, ezt soha nem meséltem el, de ezt most nektek elmesélem, de hát felhasználhatjátok, nem érdekes. Na most úgy képzeljétek el, hogy olyan emberek vezették ott azon a vidéken a forradalmat, akik valamikor partizánok voltak, meg ha úgy tetszik, hortista tisztek. Nekünk az én parancsnokom annak az egységnek, Sas, mindegyiknek volt egy neve, az volt a Sas egység. Tehát a
Tompa utca és a Nagykörút, Ferenc körút sarkán egy kocsmának a pincéjében voltunk. A pincék között összeütötték a falat. Tehát azt jelenti, hogy 4-5 házba lehetett a pincék alatt közlekedni. Na most nekem nem jutott már csak egy dióverő pozna. Ugye nem tudod, mi az a dióverő pozna, az a előre töltős ilyen puska. Tehát már géppisztoly, meg az már nem jutott, már később mentem oda föl. Azzal álltam őrségbe, voltam egyszer-kétszer házkutatáson. Tudnélik, állandóan jelentették be hozzánk, hogy hol bujkálnak állósok. És akkor nekünk ki kellett venni, senkit nem bántottunk, de meg kellett nézni, hogy tartózkodik ott valaki. Nem kísértünk be senkit, mert senki nem volt ott, mert elbújtak, de ha találtunk fegyvert, vagy valami olyasmit, ami ilyen, azt elvettük, de egyébként semmit nem loptunk, semmit nem vettünk el. De voltam egy-két házkutatáson, voltam többször őrségbe, éjjel is, nappal is, de egyszer lőttem egy riasztólövést a levegőbe, amikor nem állt meg valaki, mert felszólítottam őket. Akkor volt az, ezt sose felejtem el, hogy éjjel őrségben voltam, és jött egy jeep, magyar katonatisztek voltak rajta, és hát megállítottam őket, és ők azt mondták, hogy ők pilóták, és azt a parancsot vitték oroszul és magyarul a szovjeteknek, hogy amennyiben nem vonulnak ki Budapestről, akkor elkezdik bombázni a budaörsi repülőtérről, az még magyar volt, a szovjet támaszpontokat. Ez nevetséges volt, mert 20-szoros túlerő volt, de minden esetre nem akadták az összeütközést, és részben ezért vonultak ki. De hogy mi az igazság, azt nem tudom, de láttam ezt a papírt. Láttam azt is, akkor is őrségben voltam, amikor a Petőfi híd alatt, Petőfi hídnek a pesti hídfője alatt, Szuszlov meg Mikoján, ezek Hruscsovnak a helyettesei voltak, Szuszlov és Mikoján, ők voltak itt Magyarországon tárgyalni, szovjet főpárttitkárok, tankokkal meg páncélautókkal vonultak el alattunk, és Maléter Páru volt a Kiriánkornak a parancsnoka ezredes, kiadta a parancsot, hogy nem szabad rá lőni, mert ezek parlamenterek. Mi betartottuk a játékszabályokat, ők nem. És ott mentek el alattunk, gondold el, és hát ott voltak nálunk gránátok, rá kellett volna dobni a fejükre, de mivel Maléternek tekintélye volt, Nagy Imrének nem biztos, hogy szót fogadtak volna az emberek, de Malétert tisztelték, becsülték a forradalmának is. Ő is ellentmondásos figura volt, de hát ez most nem ide tartozik. De összességében végén hős lett. Na, egyébként láttam őt, többször találkoztam vele. Képzeljétek egy 2 méteres, vékony, magas, hatalmas embert, olyan 40 év körül lehetett, és nem elég, hogy olyan magas volt, még páncélos sisakot tartott, hordott és föltolta a fejére. Úgyhogy ijesztően magas ember volt. Na most november 3-án, mikor már azt hittük, hogy győzött a forradalom, akkor azt mondták, hogy gyerekek, most megalakul a nemzetőrség, aki akar, az lépjen be a nemzetőrségbe, aki nem, az szereljen le. És én azt mondtam, hát én szeretek tanítani, én vissza akarok venni tanítónak, én leszereltem, visszaadtam a dióverőpoznát, és elmentem haza. Na most a haza az azt jelenti, hogy a Szépföldi úton az Budán volt, Szépföldi út az a Kolozsi tér környékén van, ott a nagybátyám, a édesanyámnak a bátyja ott lakott, dr. Féregyházi Elemér és a felesége Gregorcsics Irén, és oda mentem el, hogy ott töltök majd 1 vagy 2 éjszakát, aztán visszamegyek Dányba. És ott ért minket a november 4-e. November 4-e az, amikor megtámadták a... Semmit nem tudtunk. Csak reggel arra ébredünk föl, hogy Nagy Imre mondja, hogy figyelem, felhívva a világ lakosságát, hogy megtámadták a szovjet csapatok, stb. Amit mindenki ismer. És akkor azt mondtam, hogy nekem vissza kell menni, mert most harcolni kell. És nem akartak engedni a nagybátyámék, de én kiszöktem, szóval elszöktem tőlük, de nem tudtam már átvenni a hídon, mert a híd akkor már tele volt szovjet páncélosokkal, tehát nem tudtam Margit hídon átmenni, és ezért a szénatériekhez csatlakoztam. A budai parancsnoksága, tehát a Korvin köz volt a pesti székháza, a szénatér volt a budai központ, oda jutottam el, nekem már egyáltalán nem jutott fegyver, mert akkor már leadtak, meg keves, szóval nem dőlt. Úgyhogy egy géppuska mellé, ilyen Maxim géppuskát, nem tudom, tudjátok, így adagolni kell, egy géppuska mellé mentem segédadagolónak, és kaptam néhány kézigránátot. Semmi más fegyver nem volt már akkor, de akartam segíteni nekik. Na most itt volt életemnek az egyik legnagyobb élménye,
Azért, amióta a himnuszt azóta, ha éneklik, mindig ez jut eszembe, és alig bírom meg könny nélkül. Ezt hadd mondjam egy picit részletesebben. Nagyon hideg volt, hát november 4-e volt, nyírkos idő volt, fáztunk, borzasztóan fáztunk. És a szénatér akkor még nem volt úgy beépítve, ott van most a mamutáruház meg egyebek, akkor egy hatalmasabb, nagyobb tér volt, és szét volt lőve eléggé, tehát elég sok találatot kapott, tehát sok romház volt, és abban a hatalmas téren, a kapualjakban bent álltak emberek, zömében munkások, diákok, ilyen mindenféle szeretvetett társaság, a forradalmárok. Tehát akik életüket áldozták, ezek többnyire egyszerű emberek voltak. És én is köztük voltam, mellettem egy 4 gyerekes családapa volt, és jóba voltunk, és hát akkor találkoztunk először legalábbis, én nem oda tartoztam, én a pestieknél voltam, és akkor a Szabó bácsi, az egy egyszerű munkásember volt, a 60-valahány éves lehetett, és nagyon lehetett hallani a hangját a nyírkos időbe, azt mondta, hogy fiúk, hangosan mondta, úgyhogy ott több száz ember hallotta, a fiúk, a forradalom elveszett, a szovjet hadsereggel nem tudunk szembeszállni, mert százszoros, vagy nem tudom milyen a túlerő, technikában mindenben, nekünk csak könnyű fegyvereink vannak, ők meg mindennel vannak. Megtettétek a kötelességeteket, nyugodtan menjetek haza, emelt fővel, a forradalom elveszett, fölmentek mindenkit az esküjáról. Nagyon megható volt, és hát nagyon ünnepélyes, és hát keserves. Mindenki borzasztóan volt keserve. Egy nap előtt azt hittük, hogy győzött a forradalom, mert egymásnak borultunk, az emberek ölelkeztek az utcán, nevettek, örültek. Találkoztam olyan bőröndel, hogy ki volt írva, hogy gyűjtünk az árváknak, meg az áldozatoknak. 100 forintosok voltak bedobva, 100 forint akkor annyi volt, mint most 10 000. Az volt bedobva, és nem bántotta senki, betört üvegű kirakatok voltak, és nem nyúlt be senki, tehát erkölcsös volt, tiszta volt, ha akkor győz a forradalom, egész más lett volna Magyarország helyzete, akkor még rengeteg tisztességes, rendes ember volt, és még a keresztény nemzeti nevelésnek még voltak eredményei. De azt a lényeg az, hogy és akkor befejezésül elénekeltük a himnuszt. Állítom, hogy hamisan, állítom, hogy a társaság fele bőgött, de nekem a himnusz azóta az cseng a fülembe. És én nem tudom könnyek nélkül énekelni a himnuszt. Majd megint a Szabó bácsi szólal meg, hogy gyerekek, jelzést kaptam arról, hogy a vérmező felül, nem tudom, Moszkva teret ismeritek valamennyire, hogy a vérmező felül közeledik egy szovjet egység. 8 vagy 9 kocsiból áll, páncélautók és tankok. Ez felderítő egység, ne lőjetek rájuk, nem azért jönnek, hogy harcoljanak, azért jönnek, hogy bemérjék, hogy hol vannak a mi egységeink. Tehát ne lőjön rá senki. És akkor szinte ünnepélyes, lassú, kényelmes léptekbe megjelent a vérmezőtől ott a Moszkva téren, jött keresztül, nem tudom már 6 vagy 8, nem tudom, szóval nem emlékszem rá, de csak páncélautók és tankok voltak. És átvonultak, nem is lőttek, szép csöndben átvonultak. És valaki, olyan pattanásig feszült idegrendszer, ezt nem lehet utólag, valaki megfeledkezve, nem bírt magával. És géppisztolyból rájuk eresztett egy sorozatot, teljesen fölöslegesen, hát tudom én, 200 méterről lehetetlen. És akkor elszabadult a pokol, tehát hogy mondjam neked, a túlfeszített embereknek az elkeserete, elkezdtek össze-vissza lőni. Teljesen értelmetlenül, mert reménytelen volt, hogy bármit is elérjünk. És ez az, amit a Szabó bácsi mondta, hogy ezt ne csináljátok, mert bemérnek minket. Ők szép nyugodtan elmentek a Mátérok útján, most Margit Gödnek nevezik, és 10-15 perc múlva olyan aknatüzet kaptunk, tehát bemértek, hogy hol vagyunk, az a 4 gyerekes családapa mellettem ment darabokra, és én ma sem értem, hogy én akkor hogy maradtam élve. Egy téglakerítés mellett volt egy domb, és a dombnak és a téglakerítésnek az aljába hasaltam bent. És ennek köszönhettem, hát nem ennek, el Istennek köszönhettem, de ennek köszönhettem, hogy életre maradtam. Az a szerencsétlen ember egy kapuajba volt, és kapott egy találatot, és szétment, és nagyon sokan haltak meg. Mondom, hogy olyan aknatüzet kaptunk, hogy ilyet még életemben nem láttam. Na most akkor utána mi volt?
láttuk, hogy itt most már nincs mit csinálni, eldugdostuk a kézigránátot, meg a fegyvereinket ott a földbe, ott a földhányásba, és akkor már sötét kezdett lenni, este volt, és mentünk, hogy valahova behúzódunk éjszakára, és sehova nem fogadtak be. Minden kapu zárva volt, hiába köcsöngettünk, hiába senki nem fogad, mindenki félt. Tudták, hogy a forradalom elveszett, tudták, hogy oszlopok itt vannak, és a végén ott följebb, ott a bécsi kapu tövébe, ott az Ostrom utca, vagy milyen felébe, egy házvezető néni, vagy a házmester néni befogadott. Nem csak, hogy befogadott, ott hiszem 6-an vagy 8-an lehettünk ott, hanem még zsíros kenyeret is adott, ami abban az időben óriási dolog volt. Azt mondja, egyet kérek maguktól, hogy reggel, ha kezd világosodni, menjenek el, mert nem akarom, hogy itt lőjék önöket fejbe, és itt a gyerekeink meg mindenki lássa. Utána már borzasztó volt. Tudnék, akkor már tudtuk, hogy elveszett a forradalom, akkor már a betört ablakokba fosztogatás volt, tehát az erkölcsöt tönkretette, a népnek a gerincét megtörték. Rengetegen kimentek az országból, és akkor nagy nehezen hazamentem, még annyit, hogy a nagybátyáméknak nagyon rendes házmestere volt, adott egy igazolást arról pecséttel, hogy végig náluk tartózkodtam, és sehol nem voltam. Ez volt a mentségem, mert ha kiderül, hogy merre jártam, akkor utána lecsuknak, vagy felakasztanak, vagy nem tudom, mit csinálnak. Sokkal kisebb a dolgokért felakasztottak embereket. Nem öltem meg senkit, nem lőttem semmit, tehát teljesen, tehát én nem voltam hős, nem vagyok forradalmár, csak a periférián ott voltam, de a füstje megérintett. Na most még annyit, hogy gyalog mentem haza, részben vonattal, részben stoppal, részben gyalog, 45 kilométer volt Dányba, és a öcsém ott volt, addig a szomszédok valahogy ellátták. Közben, akik ott maradtak Dányba, a kollégáim kettőt vittek el a faluból, tehát jó, hogy nem maradtam ott. Az egyik az dr. Helméczi Mátyás, ma is él, ő írja az általános iskolai történelemkönyveket. Őről még annyit hadd mondjak, hogy ő fegyvereket rejtegetett, valamint titkos iratokat rejtegetett, és én tudtam egyedül, hogy hol vannak a fegyverei, meg bennem megbízott, meg hol vannak a eltüntetett. És amikor letartóztatták őt, egy kisbabája volt, akkor én mentem el, és szedtem elő a fegyvereit, meg szedtem el a titkos iratait, és tüntettem el. És pont akkor voltam ott náluk kiszedni, amikor házkutatást tartottuk náluk, úgyhogy azt az éjszakát nem kívánom senkinek, ott voltam tőlük, nem tudom én, 50 méterre, vagy mennyire, egy szalmakazalba, a kazalba voltak bedugdosva a puskák, meg a gépisztolyok, meg a lőszerek, és ott a szerencsére nem a kazalt belevéve, a házat körül zárva csinálták a házkutatást, és a szerencsétlen fiatal asszonyt, meg a kisbabát molesztálták. Ilyen előzmények után, mondom, rengeteg kirándulásunk volt, stb., azt most nem mondom végig, jött az, hogy kezdett a rendszerváltásnak a szele megindulni. Ez valamikor ugye a 80-as évek, 86 körül, 85-86-ban már úgy kezdtek egy kicsit az eresztékek lazulni. Na most hát én mondtam, hogy a pápai öreg diákokkal jóban voltam, Csóri Sándorral meg a többiekkel, ezért küldtek nekem is meghívót a lakitelekre. Lakitelek, azt talán tudjátok, hol van Kecskeméttől nem messze. Ott volt az MDF-nek az alakuló kongresszusa, és a Pesten pedig volt egy úgynevezett jurta színház, egy jurtából épült színház, ahol az ellenzékiek jöttek össze. Most én rendszeresen ott voltam a jurta színházban, többször hozzá is szóltam. Akkor voltam egy kicsit megijedve, amikor a Szabad, tudjátok, hogy ez a Szabad Európa Rádió? Mikor a Szabad Európa Rádión a jurta színházi hozzászólásomat a saját szavaimmal hallottam. Hát szóval ez nem babra megy, szóval ez nem babra megy a játék, és akkor, de többször jártam oda, meg hát volt egy filmklubunk, ahol lehívtuk Sára Sándort, Csóri Sándort, Kósa Ferencet, meg ilyeneket, akik azért abban az időben azért kicsit az ellenzékkel is szimpatizáltak, meg közben voltak. Volt nálunk Bárdos Lajos, Cine Mihály, Somogyi József,
Tehát nagyon sokan Lőrincze Lajos, tehát nagyon sok olyan ember, aki meghatározó hatással volt a magyar szellemi életben, de nem tartoztak a, tehát nem ők voltak a Kossuth Díjasok, meg a nem tudom kicsodák, de mindenki tudta, hogy ők a meghatározó emberek. Na ott voltam Lakiteleken az MDF alakulásánál. Tehát Csóri Sándortól személyesen az ő írásával kaptam meghívót Lakitelekre. Na most Lakitelekről tudni kell azt, hogy tudták, hogy ott jönnek össze az ellenállók, és az előző éjszaka munkásőr gyakorlatot csináltak a környéken. Tehát képzeljétek, hogy a munkásőrök szárták meg a Lakihegyi szőlőterepet, ott lődöztek fél éjszaka, hogy megfélemlítsék, ennek ellenére megtartottuk a Lakihegyi találkozót. És ott a 300 fős sátorban, ott voltak a pártból kirúgott emberek, Király Zoltán, Bíró Zoltán, meg a többiek, meg a vezetők, ott is hozzászóltam egyébként, és részt vettem alakulástál. És ott mondták, hogy akik akarnak, azok lépjenek be Magyar Demokrata Fórumba, mint mozgalomba. Az nem párt volt akkor, mozgalom volt. És én is bejelentkeztem, 74-es sorszámú a igazolványom, beküldtem a kiállításra, de a fénymásolata megvan. 74-es sorszámú az igazolásom, hozzászóltam ott is, Benda Kálmánnal, meg sok mindenki mással ott találkoztunk. Ízzól volt a hangulat és a lelkület, nagyon azon vitatkoztak, hogy demokratikus szocializmus vagy milyen legyen, és a végén azt mondták, hogy a szocializmus szó ne is szerepeljen a kifejezésbe. Akkor 90-ben volt a választások, azt megnyertük, bekerültünk a parlamentbe. A győzelem éjszakáján, amikor a 162 képviselőnk volt, ez óriási győzelemnek számított. Itt valamit meg kell érteni, és ezt nagyon sokan nem értik. A kerekasztal tárgyalásokat, egy picit talán erről kéne beszélni, hogy mielőtt a választások voltak, a békés átmenet érdekében, az akkori, most már MSZP, tehát a szocialisták, és a különböző ellenzéki pártok kerekasztal tárgyalásra ültek le. MDF, SZDSZ, Fidesz, kisgazdapárt, akik voltak, meg a kommunisták, hát a szocialisták. Biztos volt mindenki abban, hogy a választásokat a szocialisták fogják megnyerni. Mert ugye minden a ő kezükben volt, rádió, televízió, újság, minden, nekik voltak kiépített szervezeteik, tehát biztosak voltak, hogy ő nyerik meg. Ezért az ellenzék azért harcolt, hogy minél több kétharmados törvény legyen, mert ha a szocialisták megnyerik a választásokat, és kétharmadosak lesznek a törvények, hát ha nem lesz kétharmados a győzelmük, akkor ők is tudnak egy kicsit beleszólni. És mi lett a végén? Az MDF nyerte meg a választásokat, de nem volt kétharmada. A kereszténydemokratákkal 42%-a volt, a kereszténydemokratákkal együtt 48, és a kisgazdákkal együtt 58. Tehát nem jött össze 67. Ezért volt a paktum, most a paktum, ezt sokan nem értik, hogy az mi volt az, mivel még a költségvetés is kétharmados törvény volt, ezért Antall József kénytelen volt leülni az SZDSZ vezetőivel, mert SZDSZ volt akkor a másik, aki a második legnagyobb szavazatot érte, és ő volt az ellenzék vezére, és megegyezni abba, hogy lemondanak néhány kétharmados törvényről, hogy az is feles törvény legyen, tehát elég legyen, elfogadja a parlament többsége, cserébe óriási árat kértek. Kérték, hogy ők adják a köztársasági elnököt, ez lett a Göncz Árpád, ővék legyen az MTI, a Magyar Távirati Iroda, ővék legyen a televízió, és ővék legyen a rádió. Tehát az összes sajtó, az összes média az ő kezükben maradjon. Óriási ár volt, ezt utólag tudtuk meg igazán. Na most még egy, hogy Antall József a győzelem éjszakáján azt mondta, hogy csak kamikázi kormányt tudok alapítani. Ez azt jelenti, hogy olyan kormányt, hogy 4 év múlva minket ugyanúgy el fognak söpörni, mint most a kommunistákat, mert ez a nép csodát vár, és csodát csinálni nem lehet. Azért nem lehet csodát csinálni, mert egyrészt itt voltak még a szovjet turisták, tehát bent voltak, bent voltunk a Varsói szerződésbe, bent voltunk a KGST-be, tehát a Varsói szerződés az a katonai szerződés volt, a KGST a gazdasági szerződés volt, összeomlott a teljes keleti piac, tehát amit mi termeltünk, mi az egy gyenge minőségű selejtáru volt, az csak keleten vették meg, nyugat nem vette meg, de keletnek nem volt pénze. Tehát hiába termeltünk, nem tudtuk eladni. Tehát egymás után csuktak be az árak, megindult a spontán privatizáció, ez azt jelenti, hogy
egymás után a régi pártitkárok meg vezérigazgatók maguknak adtak óriási nagy prémiumokat, nagy összegeket, és lepusztították a gyárat, és megvették, és utána eladták, vagy. Tehát akik eddig politikai vezetők voltak, azok most tőkések lettek. És kezükbe volt minden. Kezükbe volt akkor a teljes gazdasági élet, kezükbe volt a teljes média, kezükbe voltak az önkormányzatok, kezükbe voltak a szakszervezetek, tehát mi csak parlamenti többségünk volt, de ott se kétharmad. Úgyhogy képzeljétek el, hogy szóval nagyon nehéz dolgunk volt. És én egyéni körzetben voltam képviselő, bementem, valamilyen bizottságba kellett kerülni, hát a Kulturális Oktatási Bizottságba szerettem volna menni, de hát ott volt ilyen, hogy Csurka István, Csengei Dénes, mit tudom én, Debreceni József, stb. Tehát ott szóba se jutottam volna, ezért az Emberjogi Kisebbségi Vallási Bizottságnak lettem a tagja. Közben megválasztottak a Dunántúli Egyházkerület főgondnokának, akkor egyszer odaér hozzám András Halvi miniszter úr, hogy te Antal Józseffel beszéltünk róla, hogy van neked 3 pedagógus diplomád, matematikából doktorátusod, eléggé ismernek a szakmába, eléggé ismernek az egyházba, vállald el a államtitkárságot. Dehogy én, hát van nekem mondtik elég bajom, szóval egyéni körzeti képviselő vagyok, stb. Hétvégén hazamegyek, beszámolok a feleségemnek a héten, és mondom neki, hogy mit ajánlottak. Azt, hogy hát csacsi vagy, hát ez az egy, amihoz értesz valamit. Úgyhogy így a feleségem csinált be az államtitkárt, visszamentem és elvállaltam. Németh László szerint a kultúra nem tudás, nem művészi produkció, hanem valami életet vezérlő elv, amely egy embercsoport minden tagjának belső mágnese, összetartója. A bennünket ma ellepő rengeteg hatásból két dolog tekinthető kultúrának, a keresztény kultúra és a nemzeti kultúra. A keresztény kultúrában az összetartó mágnes, egyetlen személy Jézus Krisztus, a nemzeti kultúrában csodálatos gazdag anyanyelvünk, hagyományrendszerünk és népi kultúránk. A keresztény kultúrában azzal, hogy naponta imádkozom és Bibliát olvasok, közvetlen személyes kapcsolatba tudok kerülni az élő Istennel, aki előtt felelős vagyok minden gondolatomért, szavamért, cselekedetemért, mulasztásomért. A nemzeti kultúrában miközben igyekszem összegyűjteni mindazt, amit az elődeink ránk hagytak, és átörökíteni az utánunk következőknek, örömem van benne, gazdagabbá válok, és segít eligazodni ebbe az összekuszálódott rendű, értékrendű világban. Ez az egyik mondat, amit el akartam mondani. A másik mondat, ma, amikor 6-8 évenként megkétszereződik a Földön az ismeretanyag, lehetetlen megmondani, hogy mi az, amit 30-40 év múlva a mai fiataloknak tudni kellene. De van néhány dolog, amit feltétlenül el kell sajátítaniuk, ilyen az, hogy meg kell tanulni logikusan gondolkodni, hogy ne lehessen őket manipulálni. Fejleszteni kell a jellemüket, hogy legyen tartásuk, legyen kitartásuk. Fejleszteni az ízlésüket, hogy meg tudják különböztetni a talmit a hamistól, az értéket a talmitól, a szépet a rúttól. Fejleszteni kell a kommunikációs képességüket, hogy meg tudjanak érteni másokat, és meg tudják magukat értetni másokkal, akár idegen nyelven is. És egy egyháziskolának még egy töbletet kell adni, ez pedig az, hogy olyan ismereteket, tapasztalatokat, élményeket, ami segít ahhoz, hogy megkapjátok a világ legnagyobb ajándékát, az Istenben való hitet. Ez nem örökölhető, nem nevelhető, de elősegíthető, hogy ezt az ajándékot megkapjátok. Isten veletek!